Rekkenő hőségben, de annál jobb hangulatban zajlott a vasárnapi döntő a Gyenes Diási pályán. Időrendben először a női döntőben a címvédő Szombathelyi Szandra Villám Lilla duó csapott össze az U20-as EB-t a hetedik helyen záró Gubik Hannával és a 2020-as bajnok Vajda Beával. A lányokat 15. pont után megléptek és behúzták az első szettet. A másodikban már nagyobb fölényben játszottak, így a nagy meleg ellenére ők nyerték meg a mérkőzést. A Balaton azért itt van a közelben, szóval a mérkőzés után lehet gyorsan hűsülni egy jót, és én azt mondom, hogy nagyon jól éreztük itt magunk a Gyenes Diáson. Így van, abszolút jól éreztük magunkat, nekünk ez volt az első fordulónk együtt, és a Lupa döntőn is együtt fogunk indulni, és abszolút nagyon örülünk ennek, hogy itt a Balatonnál rendezték meg ezt a fordulót, én minden évben nagyon várom, és ez most extra volt, hogy döntőt tudtunk játszani. A női döntőt a férfi követte. A Hajós Artúr Stréli Bence páros dominálták szinte az egész első szettet. A végén több szettlabdát is hárított a kis Dániel, Rása Alex kettős, de az utolsót nem sikerült. Végül a tavalyi címvédő nyerte meg a mérkőzést. A gyenesdiási kis Dánielnek a hazai pálya fontos. Mindig nagyon szeretek hazajönni, itthoni hazai pályán a legjobb játszani igazából, itt a Balaton. Ez szerintem minden strandröplabdázónak az egyik legjobb helyszín. A játékosokat a pálya széléről lelkes közönség bíztatta. Köztük volt a település alpolgármestere is. Az itt indult versenyzők és a szervezők is elismeréssel nyilatkoztak a strandunk állapotáról, az árnyas vákról, a közeli Balatonról, a nézőkről, a hangulatról, úgyhogy bízunk benne úgy, mint a korábbi években, ezután is vissza fog térni hozzánk ez a verseny. A helyben működő Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület közel 100 gyermek edzésével gondoskodik a röplabda utánpótlásról.